Szabó Ildikó és Hódi Katalin közös kiállításának megnyitóját tekinthetik meg a következőkben. Szabó Ildikó és Hódi Katalin közös kiállításával folytatódott a Kisteleki festőkör munkáit bemutató kiállítás sorozat, de emellett Szabó Hanna, Katalin unokája festményei is kiállításra kerültek. A megnyitó egy verses, zenés összeállítással kezdődött, Popichné Várhidi Zsuzsanna hegedűn, Horváth Lívia zongorán működött közre, Punk Mária saját verseiből adott elő. Thank you.
szépen! Majd Szombathelyi Árpád festőművész nyitotta meg a kiállítást, aki bemutatta az alkotók munkáit. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket és önöket is. Ez a 6. általunk szervezett kiállítás, és az első kiállítás, ami valamikor nagyon régen hónapokkal ezelőtt volt, azt sugallta, hogy ezt mindenképpen folytatni kell. És eddig úgy érzem, hogy sikerre vitték a festők a dolgot, majdnem azt mondhatnám, hogy eszmével támasztották alá egyfajta gondolkodásmóddal, amit nem most kell elterjesztenünk, de felélesztenünk mindenképpen. Tehát 6. Bódi Katalin és unokája és Szabó Ildikó unoka nélkül, de elhozta az öcsét, ami még a fiad is itt van, majd kíváncsi leszek rá, hogy milyen képet festettek, akasztottak is. Hát engem is meglepett ez a zenés megnyitó. Elnézést kérek, hogy itt-ott elveszve a hangok tengerén én belefalsítottam, de nem álltam meg, hogy ne énekeljek. Például Török György József barátom azt mondta, hogy ez valami egyházi katolikus ének nyomán készült és református, de ehhez képest rendkívül élvezte. Mitől festő a festő, és mi végre festi a képeit, merül fel a kérdés a kritikusban, és folyton félremagyarázzák a dolgokat. Egyrészt az emberről, a szeméről, magáról beszélnek, és nem az alkotó által létrehozott műről. Másrészt megpróbálnak igényt teremteni valamire, amit én soha nem értettem, hogy egy festő az miért dolgozna igény szerint. Hát a saját igénye szerint talán, de a néző igénye szerint nem, csak beletalál abba a gondolatmenetbe, ami nem igény, csak majd később becsapva önmagát a néző, azt hiszi, hogy egy igényt elégítette ki körülötte, hanem azt mondhatná pusztán, hogy egy jó cselekedet. A rosszat jóvá, a csúnyát szépé teszi. Ez a feladata. És szépé tenni valamit, az nem igénytámasztás alapján jön létre, hanem az ihlet alapján, jól gondolom én ezt. Biztosan ez költői kérdés volt természetesen. És megfogalmaztam magamban, hogy ha van egy közösség, tegyük fel egy kis telekváros, ahol élnek művészek, élnek költők, írók, zenészek, festők, táncművészek. Azért mondom, hogy kis telek, mert ilyen dúsan nem terem a réten még a fű sem, mint ebben a városban a művészet. És ezt higgyétek el, és higgyék el, hogy ez így van. Tehát, ha élnek művészek, akkor élő maga a létrehozott produkció a művészet is. De ne hagyjuk ki ebből az elhaltakat sem, mert ugye az élet véges, és a művészek is halnak. Jó, lehet, hogy egy kicsit tovább élnek, mint mások, ezt én nem vitatom, de nem feltétlenül. Akkor, ha az emlékezetet fenntartja az élő művész az elhalt, eltávozott művész irányában, akkor évszázadokra nyúlhat vissza a művészet léttörténete. Mivel tudnék alátámasztani egy ilyen gondolatot? Petőfi Sándor például. Akár merre megyünk, nincs olyan folyó, parti, falu, város, ahol ne kellett volna át a Tiszán. Nem tudom, hogy feltűnt ez valakinek. Hát, nem tűnt fel, úgy látom, mert ez egy jó poénnak indul, de feltűnt, jó, rendben van. És így fogunk járni mi is, hogy előbb-utóbb a kiakasztott képekről, amit a falakra tettünk, és alá van írva, Hódi Katalin és Szabó Ildikó, akkor úgy értékeljük, hogy na, ezek a festők átkeltek a folyón. Nézve a képeiket, Hódi Kati az elvontságával teremtett ma egy nagyon kedves, nagyon kellemes világot. Alátámasztva ezt, az unokája kép észreszeltően gyönyörű képével, ha meghúztam a fülednyuszi, ugye az a főső,
és az alja pedig az, hogy is megbüntetett nagymama ezért, ezt kaptam tőle büntetésül. Nem erről volt szó? Nem mondja el. Tehát mi ebben az, amit én érzelmileg dúsnak találok? Az, hogy Kati akkor is személyeket fest, és akkor is lelkeket fest, hogyha nincs rajtuk figura. Tehát túlcsordul az érzelem, és úgy, mint a folyó, amin át kell a festő. Egyfajta habzó víz, egy tömeg, és nem véletlen az, hogy a kiállítás felrakása kapcsán a felrakás anyaga megvolt, csak a metódusa hiányzott. Itt jártunk le föl, hogy mit hová tegyünk, és kitaláltuk a centrumot, a központot, és ahhoz igazítottuk az összes többit, a végén az egész egy központtá vált. Tehát nem találom se az elejét, se a végét, van egy gondolathalmaz, egy érzelemhalmaz, és ez nekem nagyon tetszik. Ugyanakkor, ami szintén tetszik, de valahol nem ezt mondja a speaker, aki itt áll, hanem csak próbálja eladni a két festőt, hatalmas a kontraszt. Ugyanis, hogyha átnézzük a másik oldalra, akkor az érzelmi túlcsordultság nem abban jelenik meg, amit az előbb a Katiról elmondtam és a Kati kapcsán, hanem azokban a portrékban, a tekintetekben, gesztusokban, mimikában, grimaszban, szelítségben, vadállatiságban, nem az emberekre értettem, hanem a bikára és más lefestett állatokra. A babaságban, igen, köszönöm, hogy eszembe juttattad, az első képsor is ezt állítja. Egy olyan realizmus tár elénk édik, ami párját ritkítja. És ehhez nagy szeretettel gratulálok neked is. És itt el kell mondanom, hogy ő a saját bevallása szerint két éve fest. Na most én a figyelmetbe ajánlanám, hogy a hamis tanúzást, meg a vallomásokat hamisan teszi valaki, azt az embert megbüntetik. Ahogy te is úgy jelzel, mert én magam két éve találkoztam veled az interneten, és megírtam neked, hogy téged becsapnak a szemlélőid. A nézőid mindig azt írják a rossz munkáidra is, hogy gyönyörűek, pedig nézd meg ezeket a képeket, csúnyák, rosszul sikerültek, technikai alkalmatlanok ahhoz, hogy a Facebookra felrak. Utána, amikor elküldtem neked, akkor elgondolkodtam rajta, hogy Atyaisten, szereztem egy haragost most. És utána egy jó ideig tényleg a fejemben volt, az a jó idő néhány nap volt, és Ildikó megkeresett az interneten, és azt mondta, hogy igazad van, és mit élő legyek, és akkor megbeszéltük, hogy át fog járni kis telekre. Annyira rákapott, hogy már úgy volt, hogy szólunk neki, hogy nem kéne olyan gyakran jönni, mert nem tudják, hogy miért jössz festenél, vagy másért. Ami én személy szerint nem csodálkoznék, de vannak itt, akik azt másképp gondolják. És eljött már velünk Erdélybe is. És egész úton arról beszélt többek között, hogy mennyire izgul, mindig nyugtatni kellett, hogy ne izgulj, hát a hegy nem szalad el, ott marad előtted, a patakig az elfolyik, de ezt már Vasalbert megírta, hogy a kő viszont marad. Nem szó szerint idézet volt, és kell így megtanulni. És így eljutottál egy olyan realizmusig, ami 20 éves múltra és visszatekinthet nyugodtan, de akár annak a duplájára is. És ehhez nagy szeretettel gratulálok, mert párját ritkítja, őszintén mondom. És amikor raktuk föl, akkor ugyanaz a dilemma állt elő, mint a Kati esetében, hogy mi legyen a kezdőpont. És felraktuk a harmadik táblára a három nyitóképet, aztán felraktuk a két szélsőre a két másik nyitóképet, meg a másodikra, meg a negyedikre is a továbbiakat, mert itt tartunk most. Hát igazából nincs más mondani való, mert hat kiállítás után mi újat tudnék mondani. Esetleg a nevem, hogy én Szombathelyi Árpád voltam, és nagy szeretettel kérek mindenkit, hogy járja körül a kiállítást. Álljon meg időnként időzöm el az élőképnél is, ott a Jancsi mögötti performance ramutató, mert ott majd evés lesz, azt gondolom, és ivás asztalnál is, és beszélgessetek a képekről, a
születésükről, az útjukról, a céljukról, mert van miről beszélgetni. Jó szórakozást kívánok! A következő kiállítás Régen ma címmel nyílik október 13-án 18 órakor, amely dr. Pálinkás Pál festő és Török György József amatőr alkotó közös kiállítása lesz. Szüreti mulatságot tartottak a Szivárvány óvodában. A Gomba csoport műsorát tekinthetik meg a következőkben. Akkor még egyszer nagy szeretettel köszöntelek benneteket, szülőket és hozzátartozókat és titeket, gyerekek. Megint eltelt egy év, a kicsik még nem tudják, nekik ez az első. A többieknek ez már valakinek a harmadik szüreti mulatság. Ez azzal céllal hoztuk valamikor létre, hogy a gyerekek kicsit belekóstoljanak abban a régi szüreti hangulatban, ami jellemző volt itt Magyarországon, és hát ezt szeretném most is egy kicsit megeleveníteni óvodás szinten. Hát amit tudunk itt biztosítani a régmúlt hagyományaiból, az a must készítés, viszont nagyon sok minden más is vár ránk, kézműveskedés, egy kis mozgásos tevékenység, de mielőtt bármi is ebből megvalósulna, a Gomba csoport, nagy csoportnak a műsorát meg lehet majd nézni. Mi már nagyon készültünk, nagyon lelkesek voltunk egész héten, hogy nektek bemutassuk azt, hogy milyen ügyesek vagyunk, és ti meg egy kicsit hangulatba jöjjetek, egy kis őszi hangulatba többiek. Azután egy kicsit táncolunk majd, vagy játszunk Csilla óvó nénivel ugyanitt, és utána lehet majd elmenni kézműveskedni. Na most ez a rendezvény nem tudott volna létrejönni, ha sok mindent nem hoztatok volna ti szülőkbe nekünk. Köszönjük a rengeteg terményt, szőlőt, amit hoztatok, azzal díszítettünk itt most, és abból van ugye a must is. Meg nagyon sok minden más, egyéb kézműves tevékenységek is. Még amit szeretnék mondani, biztosan emlékeztek rá, hogy tavasszal volt egy nyuszis húsvéti kavalkádunk. Vettünk ebből valamennyi játékot, ami nem is gondolna az ember, ilyen 120 ezer forintos tétel 4 talicskába elfér, itt meg 2 van a másik udvaron. Tehát egy pár játék meg lehet nézni, akit érdekel a másik udvaron is. Tehát már ennyit tudtunk költeni belőle, és a hozzávalók, ami ide kellett. És most ezúttal is köszönöm azoknak a szülőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez megvalósulhatott, és az, hogy bevételünk lett belőle, ezt nektek köszönjük még egyszer. És érezzétek ma délelőtt itt jól magatokat. Ami még itt napközben délelőtt folyamán lesz, kürtös kalácsot Bácskai Józsi önzetlenül évek óta ingyen készít nekünk és nektek, amit nagyon köszönünk neki. Emellett pedig a konyha sütötte meg azokat a finomságokat, tököt és almát, amit ti összehoztatok, hogy köszönjük szépen nekik is a munkát. És köszönöm a dolgozóknak, akik itt vannak most velünk, mert az ő munkájuk nélkül sem lehetne ez a nap így megrendezve. Köszönöm szépen! Én sajt is vagyok! Fogjuk meg egymás kezét, lányok! Húzzuk ki a kör! Jó? Vigyázz meg! Elengedjük egymás kezét, meg a boltok! Fiúk, rám, söpögetünk! Megyünk körbe! Ők már ismerős, ő a söpögető! Hordóba teszi, várjuk, várjál itt az ősz, itt
Összekeverem, visszhangját itt, jó? Uborka!
Csont, éppen kész fej, megverem, ez meg itt az én fejem.
2022-es szerűzenetedíj átadását láthatják a következőkben. Több mint 100 éves hagyományokat elevenítünk fel minden év szeptemberében a szobori búcsún, amikor az Árpád emlékmű, vagyis a szobor szomszédságában Szent Misével egybekötött megemlékezést tartunk. Az ünnep eredeti üzenete Árpád, a honszerző fejedelem és az ő emlékezetét éltető középkori monostor alapítói. 2007-ben Árpád vezér halálának 1100. és az első szobori búcsú 110. évfordulója alkalmából az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark szer üzenete néven kitüntetést alapított. A díjat, vagyis a monostor ásatása során fellelt íjas ezüst pecsétgyűrű másolatát évről évre olyan keresztény magyar embereknek szánjuk, akik közösségépítő, nemzetmegtartó munkájukkal és példamutató életükkel segítenek ópusztaszer üzenetét mind több embertársunkhoz eljuttatni. Engedjék meg, hogy ismertessem a gyűrűvel együtt járó oklevél szövegét. Íjat fogtam, hogy célt találjak. Pusztaszer mítoszát Anonymus és a szeri monostor szerzetesei teremtették és őrizték. Az újjáélet szobori búcsún szerüzenetét egy itt fellelt gyűrű segítségével kívántuk megjeleníteni. Ahogyan a mítosz, úgy a gyűrű is a monostor kerengőjéből származik. Az ezüst pecsétgyűrűn ábrázolt ősi fegyverben rejlő erő egy magasabb rendű küzdelem jelképe. Az előremutató nyíl és a megfeszített íj belső feszültségi zónájában található kereszt és holdnap ábrázolások a kereszténység és a nemzeti életösztön akaratát szervezik nemes egységbe. Tehát egyszerre érzékelteti használója törekvését az égiek felé egy magasabb szellemiség irányába, és fejezi ki az európai nemzetté vált magyarság evilági céltudatosságát. A két egymás mellett futó tartalom a lövés pillanatában áll össze egységes képpé megfogalmazott üzenetté, amit az elementáris erővel kirobbanó nyilvessző 1000 éves távolságból juttat el hozzánk, ma élő magyarokhoz. Az üzenet közlői magyar emberek, kulcsszereplők, akik életútjukkal és áldozatos példájukkal tárják elénk szer üzenetét. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ünnepi kollégiuma a mai napon a szer üzenete díjat professzor dr. Habil Szakály Sándornak adományozza. A díj átadása előtt a díjazott méltatására tisztelettel felkérem dr. Tóth István muzeológus történészt. Hölgyeim és uraim! Egy megtisztelő felkérésnek teszek eleget, hogy az életút méltatását adjam közre önöknek. Amikor én ezt megkaptam, nagy örömmel vállaltam, hiszen a kitüntetettel több évtizedes jó kapcsolatom van. Ez azt is jelenti, hogy igencsak gondolkodnom kellett, hogy ne túl hosszú, de mégis lényeges dolgokat mondjak. Szakály Sándor 1955. november 23-án Törökoppányba született. Széchenyi Díjas magyar történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese. Általános iskolát szülőfalujában végezte, majd a Kaposvári Munkács Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulóként 74-ben érettségizett. 1980-ban történelmi könyvtár szakos bölcsészdiplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemen, és közben Eötvös kollégista is. Még ebben az évben a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos segédmunkatárs állást kapott, itt kezdte tudományos munkásságát. Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti Magyarország történelme, az ország második világháború szereplése, a volt magyar rendvédelmi szervek története,
valamint a jelzett időszak politika és sporttörténete. 1982. január 16-án summa cum laude minősítéssel bölcsészettudományi doktorává válták. Disszertáció címe Magyar tábori csendőrség 1938-44, majd 1990 óta történettudomány kandidátusa, értekezésének címe a Magyar katonai elit 1938-45. 2006 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, értekezésének címe a Magyar katonai felsővezetés 1938-45, mely lexikon és adattár egyben, valamint a történettudomány habilitált doktora az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen. 1991. május 1-től Hadtörténeti Intézet és Múzeum legújabb és jelenkori osztály vezetője lett 1992. augusztus 1-től 97. július 31-ig az intézmény bécsi kirendeltségének vezetőhelyetteseként dolgozott. 1997 és 99 között a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmunkatársa, majd 2000. december 31-től az intézmény főigazgatója. Ezután a Duna Televízió részvénytársaság kulturális igazgatója, majd 2001-től alelnöke lett. 2004. augusztus 1-től az év végéig a Magyar Országos Levéltár főigazgatóját tanácsadója, főlevéltáros besorolásban. 2005. márciusa és 2006. márciusa között az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozott tudományos kutatóként. 2006. április 1-től a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi kar társadalomtudományi tanszékének tudományos szaktanácsadója, 2007-től, szeptemberétől pedig egyetemi tanára. 2009 és 2010-ben a Veszprémi Pannon Egyetem modern filológiai és társadalomtudományi karának professzora. 2011 és 13 között a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, Történelemtudományi Doktoriskola alapítója, vezetője. 2013-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese és az NKR rendészettudományi karának egyetemi tanára egészen kinevezésig, kormányzati kinevezésig. 2014. január 2-a óta a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, egyben a Károli Gáspár Egyetem Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára. 2009-től a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Egyetemi tanára, 2020-ig, majd 21-től kutató professzora. Két gyermek édesapja, Szakály András 1983 és Szakály Zoltán 1986. Közel 200-ra rúgó elismerései és díjai közül csak kettőt említenék még most meg, a Magyar Érdemrend Középkeresztje 2016, Széchy D. 2021. A múlt század 80-as, 90-es éveitől számítom, annak fordulójától igazából személyes kapcsolatunkat, akkor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetője volt, de szerintem még nem egészen vezető, hanem munkatárs, de kapcsolatunk már akkor megvolt. Akkor ismertem meg egyébként kollégáját is 1987 körül, Ságvári Györgyöt, aki a Magyar Egyenruhák, valamint a Katonák és Egyenruhák kiállítást állította össze a Fekete Háznak Szegedre. Kapcsolatunk folyamatos volt, és meg is maradt végig. Számíthattunk mindig józan tanácsaira, szakszerű lektorálására, például a Móra Ferenc Múzeum militáriájának két köteténél is ez történt. Ugyanígy támaszkodhattunk az első világháborús évforduló kapcsán számos projektben véleményére, tanácsára. Szakály Sándor évek óta segíti az Opus Esze Nemzeti Történelmi Emlékpark munkáját is. Többek között az ő hadhatós közbenjárásának köszönhetően valósult meg 2016-ban az Emlékpark szabadtéri néprajzi gyűjteményében megtekinthető Kakastollas múlt című kiállítás, első állandó magyar csendőr kiállítás egyébként. Kiváló embert és jó kollégát ismerhettem meg az évtizedek során. Azt is elárulhatom, hogy a kulináriák terén volt sok közös vonásunk, amelyből persze a bor kimaradt, már pedig nem a részemről, csak a részéről. Ám az ételek terén képesek voltunk akár szóban is megfőzni képzelt, felvázolt receptjeinket. Éppen ezért én úgy vélem, hogy a szakmaiság mellett
mint remek magánembert is megismerhettem személyben, és elsőként gratulálhatok a szervüzeneted így átadás alkalmával. Kedves Sándor, szívből kívánok jó egészséget, gratulálok az elismeréshez, és Isten éltessen közöttünk nagyon sokáig a te barátod Tóth Pista. Felkérem Kertész Pétert, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatóját a díj átadására. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat keretein belül fellépett a Kisteleki Citera zenekar. Ezt tekinthetik meg a következőkben.